Sziasztok, Andi vagyok, itt van velem Bence. Hello, sziasztok. Illetve Dávid. Hello. És a mai videóban copy-itezni fogunk, mégpedig a Mind Budapest szerverén. Hogyha jól tudom, most a Duna Arénába tudunk csatlakozni, úgyhogy szerintem akkor csatlakozzunk is. Viszont még mielőtt még belekezdenénk a játékba, szeretném felhívni arra a figyelmeteket, hogy az építő verseny még szeptember 1-jéig tart, tehát meg tudjátok építeni a Szécsi Tamás sportuszodát, a Margit Szigeti Street Workout pályát, illetve a Császár Komjádi Béla sportuszoda fedett uszoda épületét. Ezen kívül természetesen továbbra is fut az általános pályázat is, ahol bármilyen budapesti épülettel tudtok jelentkezni értékes nyereményekért cserébe. A legszebb épületeket a minigémekhez is fel fogjuk használni, ilyen lesz például a most látható Duna Aréna is. És ne felejtsétek el, hogy idén most már csoportosan is lehet építkezni. A Mind Budapesttel kapcsolatosan minden infót meg fogtok találni a leírásban, és akkor nézzük is a mostani mini játékot. Még soha nem voltam ilyen jól a Duna Arénába. Csobbannál egy jót, nem? Most nem úszni kell, hanem ugye le kell majd másolni az épületeket, amiket látni fogunk. Jaj, nagyon nehéz épületek lesznek, én már most érzem, srácok. Nézd a dinnyét, nézd a dinnyét! ez jó nehéz lesz amúgy megjegyezni. 6. Itt, és akkor 2-vel megy ki, és ott a rózsaszín volt? Igen, itt. Oké, ez akkor... nagyon-nagyon nehéz. Hát ez így... Na. Hát szóval igen. Az biztos, hogy át egy ilyen kis... Egy feketén át, igen. Pódium van. Már van. Igen, és milyen széles volt lenne? 1, 2, 3, 4, 5. Én úgy emlékszem, hogy 6 volt. Igen, én is 6-ra emlékszem, de vajon melyik a 6. rész? Egy kicsit el volt csúszta, szóval úgy van, hogy ha előről nézzetek, akkor a igen, akkor a 2 van, és a jobb oldalán 3. Akkor eddig még nem rontottam el, király. Igen, eddig nekem is nagyon szuper. Az a baj, hogy én az ilyen memória játékokban mindig pocsék voltam, szóval... Jaj, nagyon nehéz amúgy. Nem tudom, hogy ez most hogy fog sikerülni, de azért bízom benne, hogy nem fogok az első körbe kiesni. Tetején van ennek a vonalnak, amit megépítettünk, egy világos zöld, aztán meg egy teljesen fehér réteg. De hogy a magok hogy voltak benne? Na azt már tőlem ne kérdezzed! Azt tudom, hogy 3 mag volt benne, de amúgy... Már jár le az idő? Igen. Hát az... És várjál, itt az elrontott blokkok száma is beleszámít a számba? Igen, az elrontott blokkok a... Ne! Hát ez így... Na mennyi volt? 58%. Nekem is. Oké, volt nálam rosszabb. De ez nem is rossz, én is csak 60. Ez jó! Hát ez menni fog, gyerekek! Hát ez... Micsoda épület van itt? Csivét, hogyha egy blokkal arrébb építjük az egészet. 8 magas. Ugye? Leszámolom igen, azért én is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hátulja. Úgy tényleg a hátulja az teljesen más színű blokkokból áll, várja, nem ugyanolyan. Feketével kezdődik és... Van benne egy ilyen kis arc. Húha. Húha. Hát srácok, ez már kitörlődött, én azt mondom. 5 blokk széles volt, vagy hány blokk széles volt? Na hát ez egy nagyon jó kérdés, örülök, azt hogy megkérdeztétek. Senki se számolta le. Örülök, hogy megkérdeztétek. 1, 2, 3, 4, 5 volt. 5 volt azért, mert úgy jön ki a mintázat. Azt hiszem ez volt az. Hát, hogy csak azt kell kívánni, hogy rossz helyre építettem. De remélem nem. Volt valami kis aranyos arc rajta, de nem tudom, hogy volt. Nem volt rajta arc. Fú, piros volt, Andi. De nem az, de nem, a hátulján volt egy kis arc. Segítek, hogy feketékkel kezdődött a két vége. Tudod, a sötétebb fával. Jó, Anna. Spruce, gondolj a sprucéra, azzal kezdődött. Spruce, volt benne spruce, azt tudom, de hány spruce? 0%. 100%! 100%! 100% mind! Hát, tapsoljuk meg magunkat. Nagyon hardcore szívecske. De nagyon szép, milyen magas vagy szívecske? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9. Az a gond, hogy amikor nem tudom, ti így vagytok vele, ti azért jobban rajzoltok, de én mikor szület próbálok rajzolni, akkor az egyik oldala tök szép. Mindig nagyobb, lesz, igen. A másik meg ilyen tök ronda. Ugyanígy van mondjuk egy vázánál. A szemeket akarsz rajzolni. Az örök szabály, ez így működik. Szerintem én megvagyok. Nekem is szerintem... Azokat a szemeket, vagy miket kell belerajzolnom. Az erej! De az miért ér? Szerintem az egy izé, az egy... Ér, hát mert tudod, a hardcore az annyira kemény, hogy nagyon eresen dobog a szíved, vagy nem tudom. De azért hardcore, mert benne van ez az ér. Na szív. Nézzük. 100%! De jók vagyunk, gyerekek! Hát ez nagyon tovább. És most a másik szívecske! Megnézem a másik oldalról is, biztos nincs benne valami.
Valami csavar? Esetleg egy ilyen? Hát rá van térve! És pruce! Na, kezdődik. Na jó, akkor most ilyen speedrunba. Ki tudja gyorsabban megépíteni. Én már elrontottam. Aki először megépíti, az már csobbanhat is. Hogy de jó lenne egy jó nagyot csobbanítom egy ilyen cíben. Remélem, három sem magas. Fog elrontani, mert elég ciki lenne be, azok úgy, után. Úgy sietek, tudod, hogy bebizonyítsam nektek, hogy kész vagyok vele. Igen, az egy csillanás, de az hol volt? Na, jaj, tudom, de nem mondom meg, mert nagyon egyszerű. Túl egyszerű, igen, ez a minta, itt nem szabad egymásnak segíteni. Szerintem ez is perfekt lesz. Az előző után ez így nagyon easy peasy. Nagyon szép lett. Akkor megyek csobbanni is. Jaj, de jó, úszkálok. Hely. Jó kis ugródeszkák vannak itt, vagy is ilyen magas. Amúgy ez nagyon kreatív ez az ugródeszka. Az eskü nagyon tetszik. Na nézzük ki, hogy teljesített. És így egy blokkal építettük volna arrébb, és így mínusz. 100% jó. 100%. Igazából egy ember volt, a Flower volt, aki kiesett. Az öreg fákja. Na most várjatok, mert honnan kezdődött? Na igen, ez itt a kérdés. Ajjajjajjajjaj. Várjál, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaj, várjál, nem így volt, hanem úgy, hogy így. 8. Jaj, milyen volt a fának a magassága? 11 magas volt, ugye? Én úgy számoltam, hely. S hely, midőn megépítődik? Egyen magasabbra építettem. 2, 3, 4, 5, 6, na fog 7, 8, az 9, 10, 11, jó. Szerintem jó. Remélem, nem számít a fának a forgása. Ez az! 100%! Valakinek 6%, hát az... De hogy kenjük ezt ennyire most? Na, most fogunk kiesni. Ez... Nemo az most megfingat, már bocsánat. Nem bírtam. Hát ezt nem... Meg se jegyzem inkább. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8. 7 a magassága, úgyhogy... Nem, 8, én 8-at számoltam. Ja, a fekete pöccökkel együtt a 8. Istenem! Hogy vannak benne a csíkok? Ezt nem hiszem, 1, 2, 3, 4. Ezt... Jézusom, hogy srácok, volt? Már csak hárman vagyunk bent, úgyhogy innentől kezdve nem ciki kiesni. Nem tudok beszélni, de melyik irányba állt? Várjál! Nem bírom, nagyon vagyok, hogy ez a Nemo! Hát hogy nézett ki? Hogy voltak benne a csíkok? Az biztos, hogy a mintázatát azt nagyon megjegyeztem, csak legyen elég széles is az a mintázat. Nekem ez túl tömzsi lesz, ez nem fog kijönni sajnos jóra. Nekem ez sehogy nem fog kijönni halformájúra. Az a baj. Nem jó, ez nagyon dagad, de így nézett ki, nem? Jaj, de ronda! Nagyon ronda az enyém! Nagyon duci 60%! 92-re csináltad! A mintázat látod, Andi? A mintázat! Azt meg kellett jó, hát akkor most már egymás ellen versenyeztek ezzel a torcsol. Jó. A torcs az egyszerű lesz. 1, 2, 3, 4, 5, ez még egyszerűbb, mint a restunk fákja. 8, 9, 10! Na majd akkor nézem spektátorba. Folyamatosan váltogatok, nézem képíti meg hamarabb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jó. Azt hiszem, hogy el is készültem. Bence hamarabb megcsinálta. Jó, na, most nem kell. De amúgy nagyjából egyszerre sikerült. Érted, most kaptuk volna meg a halat. Már én nyertem volna. Az igazság pillanata, Bence. A legjobb fákja nyer. 100%. Nem volt nehéz. És akkor mind a ketten tovább jutottatok, azt írja? Igen. Oh, de szép kis virág! Flower! Térbe is megy! És a szirmai, honnan kezdődnek? Mindenki nézegeti, pedig mi már nem is vagyunk játékban. Ezt ti számoljátok? Számoljátok meg nekem! Van egy sárga a közepén. Ó, az Isten, itt honnan indult? Nem emlékszem, erre a részén a én nem! Hát én szerintem így volt. Srácok, kétféle zöld van? Nem, csak az árnyék úgy süt rá. Úgy nézett ki, mintha másféle színből építkeztetek kettő, volna, mert mondom, akkor most már itt el is dőlt, hogy ki nyert. Valahogy olyan, nem tudom, hogy nagyon ben van a nyaka ennek a virágnak. Behúzta, megcsikizték a nyakát. Igen, de olyan, mint hogy egy nagyon be lenne húz, ez nem így nézett ki. Megvan, mit rontottál el. Mit? 100%. Vesztettem! Szóval ahol a sárgája van, onnantól kezdődött a szára, és te tovább építetted.
Azt írták neked, hogy gyúrós virág. Hát igen, de amúgy tényleg olyan volt. Hát nehogy már, ő a legkeményebb széléseréten, érted? Kinyúrta magát. Izmos volt, na. Igen, ő hozzá megy az összes méhecske. Na jöjjön az a bibe virág. Jaj, ne! Na Csabi, itt van! Itt van ő! Csabinyó! Csabinyó! De milyen füle van? Ó, két blokk széles, figyeljetek oda egy. Van ilyen fura füle. Van neki, az biztos, hogy az alja egy ilyen blokkkal kezdődött. Álljunk már meg, miért kaptunk két különböző színű magentát, meg egy purple-t? Nem ugyanolyan yeah. színű volt az egész? Amúgy tényleg ez... Melyik magentába lépítitek? Én a sötétebbikből. Na, Én is a sötétebbből építem, de nagyon félek, hogy ez rossz lesz így. Szerintem csak az óra a sötétebb, és a alapszínász pedig a magenta. Én nem láttam olyannak. Én full egyszínűnek láttam az egész. Én is teljesen egyszínűnek láttam. Nem lehet, hogy a füle volt más szín? Az is lehet. Amúgy hány százalék lett, haver? 9! 0! Na mondjuk ez se egyszerű. Ez egy cauldron! Cauldron? Igen. Miért van neki ilyen kis boxere? Ugye mennyire egyszerűnek tűnik most az, amikor pixelártokat kellett csinálni? Igen, sírom vissza pixelártokat. Amúgy hogy lehet az, hogy azt az überhard Némót megépítettem 90 akárhány százalékra, de a Csabinyónak a malacfejét meg nullára, nullára, nulla. Bencének egész jól halad már, kaldronja. Nézzük Andit, Andi te is ott a boxerét ott tölts ki neki, a gatyaszát. Itt? Hát tudod, ott, ki volt tölt. Oké. Okay. Ennyire és nem boxere. Figyeltem meg az alját. A lelógója. Egy 0%-osnak csak átver. Megnézem a többieket is. Ne. Megint nem lesz időm befejezni? Hú, valaki nagyon rosszat épít, cseszta minden itt. Ahogy a tétek még egész jó volt a többiek. 76%. Mínusz 7 valakinek. Bencelked, ez 100%-ra sikerült. De csak azért, hát én mondtam, hogy megsegítettem neki, de Antinak is segítettem, hogy volt neki egy jó kis boxere. Most olyan, mint hogyha más... Ja nem, jó, oké. Okay. Andié valahogy világosabbnak tűnik, mint a Bencé. Ugye? És hogy én is a múltkor ezt néztem, ugye még az előző körben. Bencénél jobban süt a nap. Hogy olyan volt, mintha a virágnál tök más színű blokkokból építkeztetek volna. Na és akkor most az a kérdés, hogy hogy volt rajta a mintázat? L betű. Igen, hát, valami L betű volt. Igen. Na de hogy? Az eddig egy pöttyöt rajta, Andi. Ez így. Az egyik az úgy volt, a másik pedig fejjel lefelé. De ez akkor de ez lehet, nem volt, nem volt ennyire magasan! Fú, ez nagyon-nagyon stresszes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Megnézem, hát ha van nálatok rossz. Hát, nincs. Azt hiszem így volt, de nem vagyok benne biztos. Így el volt forgatva, nem rajta az az L betű. De az mindenkinek sikerült. 94. Nem! A Némó! Nem szeretnék azért még kiesni. Hányan vannak még játékban? Hát pont elegen, Andi. Amúgy mindjárt megnézem, hárman vagytok. Hát ez nem így nézett ki, Bencim. Tudom, valami nem stimmel vele. Így, és még elől is. Ez szerintem jó lesz, Andi. Csak ez megint nagyon tömzsi, azt én is azt rontottam el. Húzd ki előre az órát! Ne, nagyon rontottam! És ott félretettél. 95! Minusz! Egészet félreépítettem, tökéletes volt. Ez a gomba, ez ki fog rajtam fogni. Hát még én tartozok nekik egy bohóc hallal. Ez hogy? Ezt a gombát, ez hogy? Jó, szerintem ha a törzsét megépítem jól, akkor már nyertem. Nagyon szépek ezek a gombák. Nagyon. Csak egy gomba. Csak kell. Ne kelljen megépíteni. Andi, ne, a gombának nem kifelé ment, hanem lefelé, tudod, mint jaj, egy gomba. Ne! Az egy pumpa. Milyen pumpa? Addi, de nem felfelé, hanem... De ne! Pumpált a légyelő galonc a helyen. Pumpa gomba! Gondolj Galagonyra. Galagony. Sí, Galagony. Nem bírom... Ne vettesetek, mert akkor még esélytelenem. Galagony. Harry Potter lettél. Talán ő nem olyan szigel. De nem volt ez
mennyire picuji? Nem volt Andi! Nagyon-nagyon pici nagyon pupa rossz. Kifordítva! Ez egy esernyő! MC Galagony! Fehéret még nem is raktam bele! De! 9! Ne is 10%-kal nyerték meg! Lehet, hogy azt az egyet nem cserélted volna ki, akkor meg lett volna az 1%-kör. Nos, hát ennyi is lett volna ez a videó, reméljük tetszett nektek, az ibetűre kattintva meg tudjátok nézni a többi Mind Budapestes videót is, mindenféleképpen csekkoljátok, illetve reméljük, hogy kedvet kaptatok az építéshez is. Sziasztok! Hello, sziasztok!